biztonságot, mit tudom én, 20-30 éves korában, amikor nem pont arra vágyik, kalandra vágyik. Igaz? De mire eljutna odáig, hogy biztonságra vágyna, addigra már sajnos elvesztette a házát, kertjét, mindenét. A szerelem miatt. Tehát valahogy, mondjuk, hogyha lehetne tanítani, akkor azt mondanám, hogy tombolt ki magad valami ilyen őrültel, még akkor, amikor még nem arra vágysz. De hát ezt nem lehet így beprogramozni, azt hiszem. Ugye? Na jó, hát akkor majd később beszélgetünk a kisgyermekre. Mert hogy? Hát most megint mesél nekünk az Adél. És akkor ezeken a mintákon anyolva a napokban, igen, jutottam el arra, hogy valószínű, hogy most én sem tudom, tehát hogy az anyám sem tudta már, tehát hogy valamit nagyon megpróbáltam, hogy az ne a nagymama mintája legyen, utána egy. Egyébként ez a nevelőapám egy nagyon helyesen meg volt, és ők nagyon szerették egymást, de hát csórók voltunk végig, tehát hogy amivel egyébként nem feltétlenül van probléma, és ők nagyon jól ki is jöttek, nagyon sokáig. Szült neki újabb gyereket? Nem. Nem, te voltál a központ. Én voltam a központ, meg ő, ez az ember volt a központ. Tehát, hogy azt hiszem, hogy az anyámnak ő egy elég nagy gyerek volt ahhoz, hogy vállaljon még egyet. Te úgy érzed, hogy van valami hasonlóság? Vagy direkt van valami, amit el akarsz kerülni, vagy amit anyád el akart kerülni az ő anyja életéből? Mert folyton emlegeted őket. Hát ami most velem van, az szerintem az még, tehát az anyám legalább egyszerre egy embert, és aztán döntött és választott, de én meg most egyszerre kettő emberen vacilálok, és nem tudom, hogy mi a teendő. Tehát igazán most már sem tudom, hogy ez most kinek a mintája, vagy éppen kit követek, vagy most leginkább most semmi nem tiszta a fejemben. De hát más idők is vannak. Hát tehát az biztos, igen. Hogy nem szól meg senki, de azért most... De megszól, igen. Komolyan? Hát vagy nem tudom én magamat, vagy mit tudom én. Na jó, hát akkor mindesetre meséld el, hogy melyik milyen. Van itt egyszer egy, Béla. Hát most ezt megmutatjuk. Komolyan. Ezt a Béla. Cuki. Ezt meg kell mutatni. Cuki a Béla. Béla! Béla, kereslek, hogy... Hát én már itt állok a kapukon, azt mondtad, itt a kapukon találkozunk. Szia! 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 Köszönöm. Szedtetek ebben? Nem, ezt vettem. Nagyon aranyos van. Nagyon. Köszönöm, Béla. Na, akkor beviszem végre, mert... Velem be tudsz jönni ingyen is. Igen, köszönöm. Már szóltam, hogy bemeltünk, úgyhogy ha gondolod... Mondtad, hogy Irén kerényi lesz. Igen. Csakolom. Csakolom. Keresztek egy gyere. Ja, igen. És akkor itt már ez ilyen, látod, ilyen állatos. Ezeket meg lehet venni a vevőknek. Igen. Itt vannak. Jaj, meg ezek ilyen kövületek? Igen. Csodál. Aha. Abba bedobsz egy 100-ost ilyen zenéli. Egy 100-osom annyi nincsen, de tudom, hogy kell meg. Jó, akkor vincs itt már meg. Ér véget, de mondom azért, hogy több pénzt tegyenek bele, és még... Igen, ez egy jó zene, ezt hallgatnám. Többet keressen az állatkert. Igen. Szóval itt vannak a gorillák. Igen.
a hím, igen, a hím az akár ilyen 500 kilóra is megnő. Hát látom, ez most hatalmas. Most lett a kicsi a bam. Igen, idáig. Igen, de szerintem nem baj, hogyha nem. Vagy nem te... Te értesz a nyelvét? Kicsit próbálgatok. És mit mond? Most én mondtam neki. Hát a nevemet mondtam most el neki, hogy én vagyok, mert megismert. Mondd már az én nevemet is. Aranyosak, nem? Nagyon. Egy kicsit félelmetes ez a jó. Hát nagy állatok. Hogy néz már rá? Te nem félsz tőle? Én tőled félek. Nem tudom, hogy hogy nagyon mit kell csinálni annyira. Ki vagy? Itt vannak a leguánok. Igen. Hát így, gyere, menjünk tovább. Itt van ez a madár részleg. Jaj, a madár, ezek, a kicsit írtózom, ilyen toll. Az kondorkesejű. Igen. Ott fönn van egy varjú, az egy dolmán. Jó, gyere, megmutatom, hogy én hol őrködöm. Na. Cuki. Itt vagyunk a kengurusnál. Hát igen. Nem gondolom lát, hogy a kenguru pincé. Látom, miért, hogy ide jött. Nézzük, hogy mi van. És mi van? És így ugrálgatni is szoktál vele? Néha, igen. Igen? Igen. Versenyt ugrani is, vagy én? Mi van? Nézem, hogy jönnek el. Jó. És felmutatnál? Maradj ki, mert ezek rúgnak. Nagyon. Nem röhögsz? Jaj, de jó. Ha jönnek, szól. Jó. Aranyosak, mi? Jaj. Te is nagyon aranyos. Köszönöm. Szóval... Én írtam neked egy verset. Tényleg? Igen. És... Megmondtam nekik, hogy mi lesz. De csak így, nem, csak így. Kóstolgattam. Igen. Megijedtem. Adhatunk nekik kaját. Jó. De most a verset közben eltetettem, mondjuk. Jó. Mindjárt olvassad. Hát most nem olvasom föl. De az a lényeg, egy ilyen szerelmes vers, aminek az a lényege, hogy és azért is vettem a virágot, hogy esetleg szeretném, hogyha átgondol azt, hogy esetleg szorosabbra fűzni úgy, hogy esetleg nem tudom, együtt lakni akár, vagy ahogy gondolod, hogy hát ahogy az emberek végülis, én apám és anyám is ott végülis együtt laktak. A tiéd is, meg én is ott laktam aztán. Igen. Hogy ja, annyira cuki vagy, még ezt így átgondolom, jó? Elolvasom a verset, és akkor hogy válaszolok rá valamilyen formában, jó? Persze. Nem kell most. Nem azért mondtam, hogy most, csak hogy ezzel készültem. Köszönöm. És bármikor, ha van kedved jönni, akkor tudsz. Kienged meg. Köszi. Megyek meg. Jó. Apátok. Nagyjából ezt mesélte Béláról nekem. És akkor, hát, most csak ez. Hát, és mi szól ellene? Csak egyet mondj. Mi szól ellene? Hát, hogy olyan... Olyan lelkes. Lelkes, csak egy picit ilyen... Romantikus. Jó, most durvát fogod, hogy nem tudom, ilyen töketlen, vagy nem is tudom. Zebrákon. Közben meg, igen. Tehát, hogy minden oké, csak úgy valahogy azt érzem, hogy tehát én se vagyok egy ilyen, vagy tehát hozzá képest egy erős jelen vagyok, de mégis én magam egy kicsit ilyen rezgőbb neki. Tehát egy őzike vagyok, hogyha már így ilyen példával élünk, és hogy...
Egy kicsikét valami erőteljesebbre vágyom, de közben meg ez, tehát, hogy nagyon velem rezeg, tehát érzem, hogy rezonálunk nagyon, csak közben tök jó lenne, hogyha valami erősebb, és ez a másik ember, ez az Iván, ez, vagy ő, ő meg ezt a, tehát két lábbal áll a földön, és ezt abszolút képviseli, ezt az erőt, viszont pont ez a liraiság nincs meg benne, ami meg Bélában megvan. Szóval két pasit kéne összegyúrni, vagy valami? Hát, hogy hárma. Na nézzük meg ezt az Ivánt. Mit tud? Na vajon mit tud? Nézzük meg. Ahó, hol vagy? Itt vagyok a bejáratnál! Kérdés meg, itt a bejárat. Itt a bejárat. Gyere, itt a bejárat. Na, itt ezt lehúzzuk és be tudunk jönni. Gyere! Új, de menő! Nem menő, hát ilyen egy autókereskedés. Itt van minden, amit látod, itt vannak ilyen iratok, szerződések, amiket kitöltünk, itt lehet venni pilóta kekszet, lúzerek veszik el, kurva régi, úgyhogy ez most majd lehet a picsába. Itt van a János, aki azért van, hogy szórakoztasson minket. Hát ha valami, szevasz János, hogy vagy, mindenem mensz? Minden. Jól vagy? Kajáltál? Minden. Játsszál már nekünk valamit, légy szíves. Kösz szépen. Kurva szép, köszönöm. Kész egy kis mogyorót? Egyébként ez jó? Igen. Na, ez friss. De... Szóval, itt dolgozom most már 5 éve. 5 év alatt senki, bocsáss, nem, senki. Én voltam, nem te. Én is voltam, elnézést. Ne, alap, tudod, egy jó menedzsernek, tényleg, csináltam, hogy elnézést. Szóval, bocs, ez a mobilom, csak nem tudom, hogy melyik. Ja. Ja, igen, ez most nem, ez a céges. Ez a, aha, uh-huh. Kettő van. Az a baj, hogyha már olyan munkaköröd van, akkor több is kell. Az egyiket igen. Meg tudnád fogni? Persze. Vigyázz, mert nagyon drága. Jó. Szóval itt vannak az autóink, mint látod. Uh-huh. Ez a legújabb, ez az X5-ös. Szép színesek. Hát színes, ez egy dolog, egy gyöngyház fénybeborítás, nem tudom. 400 lóerős, nagyon nagy, nagyon nagy, aha, 400 lóerős. Ez gyorsan megy? Nagyon gyorsan megy, kurva drága. Szerintem majd lesz nekem egyszer egy ilyen, még menni és kell. És milyen ed van, melyik van? Most az van. Azért az elég sportos, látod, az egy 3-as, nagy lóerő. Aha. Hát szeretem ezt a munkát, mert szóval nekem van a céljaim itt. Ilyet meg be vagyunk kamerázva, de... Meg akarom venni egyszer ezt a helyet, hogy az enyém legyen. Igen, szerintem az enyém is lesz. Egy nő a tulaj, jó felé megyek, hogy halljam. Most integes, mert szerintem nézem. Gyere tovább. Ez a legújabb modellünk. Gyönyörű. Gyönyörű, ez ugye látod, ez itt is be lehet jönni, ott is be. Tehát előbb is van, ott is van, ott is van, ott is van. Hát igen, mondjuk én mehetem, meg ez egy ötajtós, ezt így ez egy ötajtós, igen. Nagyon luxus, szuper, tehát automata. De szállj egy pillanat? Persze, szállj beszélünk. Állj! Aha! Várjál már. Bocsánat. Bekapcsolod? Jó, igen. Működ? Igen. Elnézést, csak nem szoktam. Jó, hát nem. Jó, akkor pénzt a kezedben nem adok, úgyhogy nem mutatom meg, mert azért mondtam, hogy pénzt a kezedben nem adok, mert ugye van egy, vagy egy ERSZ-re kártyám. Ezzel szoktam általában látni. Ja, most nem legyünk, most már nem tudok semmit. Az a vállalati, és itt is van egy pár kártyám, amit szoktam használni. Hát attól függ, hogy mi kell, és hogy euró kell, vagy USA dollár, stb. Ezeket, neked milyen kártyáid vannak? Nekem is egy ERSZ-te van, aha. Csak az nem ilyen dombornyomó. Igen, azt láttam, a tiéd az a ilyen legalapabb, de jó, én is azzal kezdtem. És nekem az a célom, amit mondtam azon kívül, hogy egyszer, aki velem van nő, vagy akivel beszélgetek, vagy akivel randizok, azt el tudjam olyan helyre repíteni, és olyan életstílus tudjak neki biztosítani, hogy mindenem meg legyen, és olyan autóval járhasson, amivel akar. És
és olyan világot kaphasson, amilyet akar. Ez egyébként egy ilyen promó világunk, ezt szívesen oda tudom adni. Abszolút én nem, ez ezt kifizetem, vagy ezt elintézem velük. Szóval, neked céljai vannak, neked mik a céljai? Hát, még nem tudom. Talán így tanulni tovább. Én 2 éven belül meg akarok nősülni, nekem majd, hát gyerek azt most még nem tudom, de a karrierben mondtam, hogy nekem mi kell. Igen, és hány éven belül akarok? Meg. A karrier. Ezt, amit mondtam? Azt. Hát az 10 éven belül. Bőven, 7 év. Aha. 7,5. Ilyen 5,5-től 7,5 éven belül. Van egy ilyen időablak, amin belül szinte nem fogom élni. Úgyhogy én számítok arra a nőre, aki mellettem van, hogy mindenben támogat, de én is természetesen mindenben persze támogatom. Akár, ez tiszta ügy. Akár ezt egyébként senki nem tehetünk meg, csak én a céljában. Úgyhogy minden értelemben tudom támogatni, mint férfi a nőt, és minden értelemben számíthatnám. És ez oda-vissza működik. Hát persze, de itt most világos, hogy valamilyen értelme engem kell támogasson. Én viszem haza a pénzt, tudod? Igen. Én fogom hazahozni a pénzt. Ezt én értem. És, de van kedved, hogy te milyen férfiről álmodozol? Gondolom nem egy, mit tudom, egy hülye gyerek megy az állatkertbe. Valaki olyan, akinek van egzisztenciája, hát egy biztos jövőképe. Igen, azt hiszem igen. Ismered az Onyx éttermet Budapesten? Nem. Meghívhatok oda? Igen, köszönöm. Én nagyon szívesen meghívlak, mert nagyon tetszel. Iszonyú jó nő vagy. Nagyon tetszel, vennék majd neked egy sokkal szexi ruhát, ami sokkal jobban kihozza az alapot, a mindenedet. Megbeszélhetjük-e azt, hogy rácsörgök délután, csak most föl kéne vegyek egy telefon. Persze! Jó? Ölelek, csókolak, jó, hogy ide bejöttél, és köszönöm szépen, hogy megláttál, meglátogattál minket. Esetleg, ha más nem lesz semmi közöttünk, biztos, hogy tudok legalább egy 35% kedvezményt. De szerintem lesz itt valami. Mert érzem a kémiát. Föl kell vegyek. Köszönöm. Igen. Aztán újra jött hozzám a dél.